Csillogó sűn a pohárban. Szükséges eszközök: 100 köbcentiméteres főzőpohár, bunzenégő, gyufa, vas háromláb, agyagos drótháló, cérna, olló, üvegbot, 10 köbcentiméteres mérőhenger, 100 köbcentiméteres mérőlombik, vegyszeres kanál, táramérleg. Szükséges anyagok: 5,6 g ón-2 klorid, irritáló, maróhatású anyag, 16 köbcentiméter töménysósav, maróhatású anyag, desztillált víz, cinkdarab, munkánk során védőkesztyű és védőszemüveg használata kötelező. Tanári előkészítés: mérjünk ki 5,6 g kristályos ón-2 kloridot, majd oldjuk fel 16 köbcentiméter tömény sósavban, majd forraljuk fel. Ezután desztillált vízzel töltsük fel 100 köbcentiméterre az oldatot. Egy darabka cinket kössünk fel egy cérnára, melyet üvegbot segítségével lógassunk az ón-2 klorid oldatba. Nézzük meg az oldatot 10-15 perc elteltével. Magyarázat: a standard redoxi potenciálok alapján a cinkatom redukálja az ón-2 ionokat. Az elemi ón 1,5-2 cm hosszú tű alakú kristályok formájában válik ki.